Az új Fóti úti kerékpársáv legnagyobb jelentősége, hogy összeköttetést teremt a belváros és a Megyeri híd között, valamint kapcsolatot létesít a Váci úton futó nemzetközi kerékpárúttal is. Wintermantel Zsolt az átadón soha nem látott mértékű újpesti útfelújításról beszélt, és azt ígérte, nem állunk le a fejlesztésekkel. Vitézi Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója kijelentette, hogy még idén elkezdik tervezni az új Görgei utcát kerékpársávval együtt. Olcsóbb és hatékonyabb megoldás az úttesten vezető két sárga kerékpársáv, mint a járdán haladó kerékpárút. Ennek kitűnő bizonyítéka a megújult Fóti út, amelynek új kerékpársávját a Magyar Kerékpáros Klub, az Újpesti Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ közösen adta át a közlekedőknek. Gyönyörű beruházás, műszaki szemmel mindenképpen, de azt gondolom, hogy aki nem műszaki szemmel nézi, hanem csak egyszerűen közlekedik rajta, az is mindenféleképpen örülhet neki. Itt egy olyan beruházásról van szó, ami nem csak az útpályát javítja, tehát nem csak közlekedni jó rajta, hanem valamennyi közlekedő számára biztonságosabb, a gyalogosok számára is, a kerékpárosok számára, az autósok számára, és teszem hozzá a fogyatékkal élők számára, akár a látásukban korlátozottak, akár a mozgásukban korlátozottak számára. Hát mindenféleképpen egy példaértékű beruházás. És hát öröm számomra, hogy most az új városvezetés idejében soha nem látott mértékű útfelújítások vannak Újpesten, és azért dolgozunk, hogy ez így is folytatódjon a jövőben. A Magyar Kerékpáros Klub elnöke üdvözölte, hogy az útfelújítások során minden közlekedő, így a kerékpárosok szempontjait is figyelembe veszik. László János azt mondta, a Fóti úton magas színvonalú, kerékpáros barát fejlesztés valósulhatott meg, melynek pozitív eleme, hogy a közlekedőket nem elválasztja egymástól, hanem kölcsönös együttműködésre készteti őket. Ennek jegyében a Fóti útra kerékpársávot, egy szakaszára pedig a kerékpárral és autóval közlekedők leghatékonyabb együtt közlekedését lehetővé tevő kerékpáros nyomot alakítottak ki. Azoknak jó, akik például itt laknak ebben az utcában, és eddig mondjuk nem közlekedtek kerékpárral, és most kedvet kapnak rá, mert látják, hogy van egy szép biztonságos infrastruktúra számukra, azzal mehetnek a munkába, azzal mehetnek a metró megállóig és onnét metróval, ezért jó ez az infrastruktúra, és általában a kerékpáros infrastruktúrák, hogy az emberek kedvet kapjanak rá, hogy ma mondjuk kerékpárral közlekedjek. És ez az infrastruktúra, ami itt van, ráadásul a legköltséghatékonyabb és a legbiztonságosabb. És üzenem Újpest lakóinak, ne féljenek az útesten kerékpározni, higgyék el, mi bemutattunk egy táblázaton, hogy amiről most úgy érzik, hogy biztonságos, hogy a járdán külön biciklizhetnek, az nem biztonságos. A balesetek nagy része, több mint 70%-a Budapesten ott történik, ahol a járdán kerékpározik, és egy útestet keresztez a kerékpáros, és nem az útesten, bátran biciklizzenek az útesten. A Fóti út felújítása 225 millió forintba került, és ebből mindössze 4 millió forintot kellett a kerékpársáv felfestésére fordítani. A járdán vezető kerékpárút 50 millió forintba került volna, és az ráadásul 70%-kal balesetveszélyesebb is a kerékpársávnál, jelentette ki Vitézi Dávid. A BKK vezérigazgatója kiemelte, hogy a kerékpársáv a szeptemberben bejelentett 37 útszakaszt érintő fővárosi útfelújítási program keretében készült el, amelyet Wintermantel Zsolt, a fővárosi önkormányzat közlekedési tanácsnoka javaslatára fogadott el a közgyűlés. És folytatjuk Újpesten, nem ez az egyetlen fejlesztés, amit megvalósítunk. Többek között például programban szerepel, és remélem, hogy meg is tudjuk még 2014-ig valósítani a Görgei utca felújítását. Wintermantel Zsolt polgármester úr, tanácsnok úr tett javaslatot a fővárosi közgyűlésnek arra, hogy a tervezése induljon meg ennek a munkának, a BKK feladata lesz ez, mi ezt örömmel vállaljuk, és mi is szükségesnek tartjuk, hiszen Budapest egyik legrosszabb állapotú útvonal a Görgei utca. Itt mind a villamospálya, mind az útpálya felújítására szükség van, és azért, hogy biztonságosabb legyen a villamosról le és felszállni, az a tervünk, hogy megemeljük az útpályát, és így a villamos megállóknak, az autóknak kell lényegében fölhajtani a járdára, a szegélyre, és így kiemeljük, biztonságosabbá tesszük a le és felszállást, hiszen teljes értékű villamos megálló építésére nincs mód a Görgei utcában. Ez egy építési engedélyköteles munka, nem lehet nekiállni jövő nyáron kivitelezni sajnos, de a jövő évet arra ki fogjuk használni, hogy elkészítjük a terveket, a hatósági engedélyeket megszerezzük, és abban bízom, hogy ezt követően indíthatjuk a Görgei utca felújítását.